sajtó megjelent képviselőit, nagyon tiszteltel köszöntöm Kultor Attila vezetőedzőt, kérem értékelje a mai mérkőzést. Én is köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen is a csapatunk oda tette magát, és harcolt az utolsó pillanatig. És nem csak harcolt, hanem a mérkőzés nagy részében jól is futballozott. Azt gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült a mérkőzés nagyobb részében, és talán lehetőségünk is több volt, vagy amik voltak, azok nekünk voltak először. Úgyhogy hát mással nem szeretném. Köszönjük szépen. Kérdések következnek. Attila, ilyen mérkőzésre számítottál előzetesen? Igen, abszolút. Tudtuk, hogy a Diózsér egy fizikális csapat, aki a párharcokra helyezi a hangsúlyt. Mi futballal szeretünk volna föléjük kerekedni. Azt gondolom, hogy még egyszer a mérkőzés nagy részében ez sikerült. És a lehetőségek számában is úgy gondolom. És megint csak egy. Az első fél időben egy kicsit, mintha visszafogottnak tűnt volna a csapaton játékra. Te is így érezted, ez volt az elképzelés, vagy így alakult a meccs? Nem, hát kerestük az ellenfélen a fogást, hogy milyen megoldásokkal tudunk feléjük kerekedni. Azt gondolom, hogy meg is találtuk. Mi kellett volna ahhoz, hogy nyerjen a mezőkő, és mi az, ami hiányzott? Hát a lehetőségeinkből ki kellett volna használni ugye egyet, mindenféleképpen. És azt gondolom, hogy soha nem kértünk, meg nem kérünk segítséget, most se kérünk. De amiért megharcolunk, vagy ami egyértelmű, azt gondolom, hogy meg kell kapni. Mi a mai, vagy a mi helyzetünkben, pláne hangsúlyozottan érvényesen. Az a 47. percre gondolsz? Nem tudom, hanyadik perc van. A második fél elején. Ez a Novák féle történet. Hát azt gondolom, hogy meg kell nézni a játékosunknak a lábát, és onnan egyértelmű lesz akkor. További kérdés valaki részéről? Úgy látom, hogy köszönjük szépen.